két könyvemet is szeretném bemutatni, az egyik Magyarország világörökségei. Ez a könyv már jó pár évvel ezelőtt megjelent első, illetve többedik kiadásban, de most teljes körűen sikerült felújítani, képanyagát, szövegét, illetve terjedelmét tekintve is, hiszen egy olyan teljes új fejezettel egészítettem ki, ami a határon túli, tehát a Kárpát-medence távolabbi szegleteibe is elkalauzolja az olvasókat. A másik könyv az egy nagy szerelemnek a szülötte, az egy gyerekkönyv, egy gyerekismeretterjesztő könyv. Köszönhető a könyv szépsége Nemes Anitának, aki azt hiszem, hogy egy igazán gyermekközeli, és mégis nagyon divatos, vagy rossz szóval talán divatosnak mondható illusztrációs stílussal jelenítette meg a mesterségeket. Hiszen olyan mesterségek, olyan foglalkozások kerültek ebbe a könyve összegyűjtésre, ami azt hiszem, hogy a mai gyerekeket foglalkoztatja, hiszen annyian kérdezik a gyerekektől, mi leszel, ha nagy leszel, és ez a mi leszel, ha nagy leszel, ez van, amelyik gyerek rá tudja válaszolni, hogy ő artista lesz, ő bűvész lesz, ő bármi lesz, de azt például nem biztos, hogy tudják, hogy mit csinál az ő apukája, aki mondjuk közgazdász, vagy mit csinál az anyukája, aki mérnök, és ezt azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült összegyűjteni, és olyan jelvezettel elmesélni, ami a kisiskolásokat, illetve az általános iskola 5., 6., talán még 7. osztályát is érdekli. Terve vettem azt, hogy ennek a mesterségekről szóló Mi leszek, ha nagy leszek című könyvnek megírom a folytatását, hiszen az első kötet az a mai foglalkozásokat járja körül, de a második kötet pedig kifejezetten a régi, hagyományos, tradicionális foglalkozásokra fókuszálna. Hát ez egy nagy terv, remélem, hogy sikerül a közeljövőben megírni. Az ünnepeket elég hagyományosan töltjük, hiszen a gyerekek itthon vannak, kivétel az a gyermekem, akinek már önálló családja van. Természetesen szépen feldíszítjük a fát, illetve magához a tradícióhoz hozzátartozik a templomba járás, illetve a karácsony este, szent este a bibliaolvasással kezdődik, közös imádkozással folytatódik, illetve hálaadással az elmúlt évnek a különböző adományaiért. Majd utána ajándékozás természetesen, vacsora, ami egy hagyományos karácsonyi vacsora, és utána érkezik az angyal. Reméljük, hogy idén is érkezni fog, hiszen nálunk az angyalok hozzák az ajándékokat. Az egyik szerző, akit szeretnék kiemelni, az egy angol író, Robert Williams. Luke és John című regényét jelentette meg a Scholar kiadó. Ez a könyv egy széteső családnak az ismételt összekovácsolódását mutatja be, humorosan, viccesen és mégis nagyon lírai, megható nyelvezettel. A másik kötet egy német szerzőnek a műve, Wolfgang Herrndorf Csik című road movie-ja, amelyben három fiatal kalandozik Közép-Európában, Európában, és ez a három elveszett gyerek egymásra talál, és gyakorlatilag a családjukat újra élik ebben a barátságban. Töltse gondolatokkal az év végét. Olvasson könyveket. Kellemes ünnepeket kíván a Scholar kiadó.